Chris Rudolph az előbb az Over the Rainbow-t énekelte nekünk, és ahhoz képest pedig itt vagy egy olyan rap csapattal, akikkel azért toltok egy ilyen sokkal erősebb számot. Nem? Igen. Nagy kontraszt. Szevasztok, srácok, AK 26. Így van, sziasztok. Rudolf, rajtad mikor lesznek ilyen tetkók? Van rajtam is tetoválás, kettő is van egy a bokámon, egy csillag. Egyébként ott próbáltuk ki, hogy majd milyen lesz a vállamon, az a non-figuratív. Most próbáljuk elvinni a tetováló szalomba. Igen. Mi lesz a következő? Egy bal kar? Nem tudni, egyre nem tervezzük, csak itt szerünk. Annak örülünk, hogy itt vagyunk, és nagyon szeretik a dalunkat, ezt az új közös dalt. Így van. Jó dallamos egyébként, igen. Köszönjük szépen. Igen, és majd is más, másfél milliónál tart körülbelül így a kattintás, meg a megjegyzés. Próbáltuk ötvözni a két stílus. Ötvözni a stílus. Hol készült ott a Buda Őrsön, ott a Kőhegyen, igen. Egyébként nekem is egyébként, amikor megláttam a helyszínt, hát csodálkoztam, hogy hova hívtatok, mert mondom, gyönyörű szép. Igen, sokan azt hitték, hogy Amerikába forgott a klip. Kanada vagy. Bocsánat, de ti hogy találkoztatok össze, és hogy jött az ötlet? Egy fellépés alkalmával, egy nyári fesztivál. Igen, volt nekünk Duda Araszin egy közös fellépésünk. És ott így meglepődtünk, mert ugye nem tudtunk a Rudiról sokáig, mert ő hajón zenélt, és találkoztunk, és elkezdtünk beszélgetni, és annyira közös volt az összhang, meg szimpatikusak voltunk egymásnak, hogy úgy gondoltuk, hogy csináljunk akkor egy ilyen közös produkciót. És ami egyébként az érdekes, hogy nem ez volt az első dal, tehát nekiugrottunk egy nótának, és mindketten rájöttünk, hogy ez mégsem annyira, nem lesz ez az igazi. Tehát az ilyen próbálkozások. Igen, tehát azért kompromisszumot kell hozni részükről is és részemről is, de végül is a végeredmény az lett, hogy mindenki nagyon jól érezte magát ebbe az egészbe. Úgyhogy ez volt a második dal, és akkor nem mondom, akkor ezt csináljuk meg, és reméljük, hogy jutni fog. És egyébként hosszú az a dal, tehát én nem tudom, hogy van-e ennek ilyen, tudod, hogy ilyen 3 percek szoktak általában lenni, hogy ez majdnem 4,5 perc, tehát azt néztem, hogy jó hosszúra hagytál. Egyébként a rap zenében az a szokás, vagyis ez egy régről jövő szokás, hogy 3 verzések szoktak lenni a dalok, és régen 3 verzések voltak, az 16 sort akar egy verze, és lényegében ez annyira nem hosszú, de annyira fölgyorsult a világ, hogy most már ilyen 2 verzések dalokat írunk mi is. Aha, ketten, hogy rövidebb legyen, de valóban ez egy kicsit több, mert ugye a Rudinak van benne egy 8 sora még pluszba, ugye, ha jól mondom. És ami az érdekes, tényleg azt veszem észre, és most nem csak én mondom, hanem a kommentek is, hogy szinte minden szavakincs ennek a dalnak, tehát annyira mély a mondani valója, meg a tartalma az egész nótán, hogy annak ellenére, hogy az emberek azt gondolják, van egy bizonyos rétege esetleg, aki úgy gondolja, hogy rap zene, abban nem lehet esetleg kifejezni, sőt, annál inkább is sokkal több mindent. Miután a prozódia a rap szövegben sokkal gyorsabb és sokkal több mindent el lehet mondani. Na mindegy, úgyhogy a végeredmény hát, az. Ez egy szövegcentrikus stílus az a rap zene, ugye? És azt gondolom, hogy azért is jó ez a stílus, mert bármivel lehet ötvözni a rap zenét, ugye nagyon sok példa van rá, rockkal, operával, poppal, bármivel konkrétan. Mindenki a saját szövegét írta, vagy közösen írtátok egymásét? Abszolút mindenki saját. Az én szövegrészem a barátnőm írta. Tényleg? Igen. De most az elmúlt 3 dalomnak ő írta a szövegét. A Kimentünk a divatból, vagy a Felhők fölött, tehát ezt a párom írta. Mi pedig így magunknak szoktuk, mert igazából ugye a rap zenében az a szégyennek számít, mondjuk legalábbis nálam, hogyha nem én írom a szöveget. Pont azért, mert ez egy szövegcentrikus műfaj, úgyhogy... Persze, meg azt gondolom, ti érzitek, hogy igen. Mi az, amit... Én szerintem úgy tudja magát kifejezni egy előadó ebben a stílusban, hogyha saját maga által közvetített gondolatokat rappel el. Lesz ennek folytatása, hogy látjátok, hogy ekkora siker lett az hát adal? Azt beszélgettük pont a napokban, hogy volt egy rádióinterjúnk is, és szeretnénk egy közös dalt, még mindenképpen még egyet ennek a folytatásaként, ugye? Én nagyon-nagyon szeretném, meg hát nyilván beszélünk most róla, de ennek meg kéne várni, még lefut. Hát 10 millióig most meg se állunk ki nézettségbe, és ha azt elértük, akkor jött a következő. Hát meg nem sietünk sehova, majd amilyen ez is úgy jött. Szóval nem erőltetve volt, és szerintem azért lett ilyen sikeres, meg jó. Nem akartok valami jó kis fantázia nevet magatoknak? Mi lehet, nem gondolkodtatok? Egy ilyen csapat nevet? Igen, valami, igen. Ezzel még nem gondolkoztunk. Nem, de ez így működik. Bár sokan egyébként meg voltak hökkenve, hogy most én velük, vagy esetleg az ő rajongói táboruk. Igen, meg nem ilyen dalra számítottak szerintem, egy ilyen szerelmes. Igen, mert ugye a Rudiból kiindul, vagy azt hitték szerintem sokan, hogy szerelmes dal, mert ő neki nagyon sok szerelmes dal. Én is néztem, és azt hittem, hogy rosszul olvasom, igen, hogy ki jöttök így együtt. Igen, mert mi szeretjük feszegetni ezeket a határokat. Hogy tényleg így, pont amit az előbb beszéltünk, hogy ötvözzük a stílusokat, és erre meg nem számított senki, hogy egy ilyen jellegű nóta fog kijönni tőlünk. De nagyon sok Chris Rudolph rajongó, AK-26 rajongó lett, és fordítva is szerintem, legalábbis én ezt olvasom a kommentekben. Úgyhogy ez nagyon jó érzés.
És mit szóltak az AK-26-os rajongók egyébként Rudolfhoz? Hát én szerintem, mondom. Elején olvastam kommenteket, eleinte kicsit így, nem, olyan kicsit így óckodtak tőle, hogy milyen lesz. Jó, de ez majd természetes, nem? Tehát, persze, hogy egy teljesen más kívülból. De mindenki írt utána, hogy kellemes csalódás volt abszolút. Nyilván nekem nagyon sokat kellett az a fajta kép, ami rólam kialakult a 90-es években, ez a tini sztár, ezt azért nekem nagyon sokat kellett az elmúlt egy-két évben, mióta a hajóróhoz jöttem dolgozni, és azt gondolom, hogy ezt teljes 100%-osan le tudtam vetközni, ezt a rólam kialakult sztereotípiát. Úgyhogy a rengeteg új rajongó van, erről beszéltem is, hogy az új generáció is, ami egy tök nagy dolog, hogy aki esetleg mai 16-17 éves lány az új dalaimat hallgatja, és az ő szüleik is esetleg már az én dalaimon szocializálódtak, és ez nagyon jó érzés. És itt vagyok a srácokkal, hát ez meg királyság, tényleg. Köszönjük szépen. Jól áll nektek, igen, így ez a csapat köszönjük egyébként, a megdöbbentőséget. Köszönjük, legközelebb szét lesz varva már, amikor jön. Igen. Na, hát alig várjuk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, és hogy te még énekelsz nekünk egyet.